felhasználni, mi az, ami neki megmarad, hogy na most ezt máshogy fogom csinálni órán, ezt folytatom majd, és így belerakom a kutatásomba, vagy egyáltalán mi az, ami személyesen. Nekem nagyon sok ilyen rokon projekt, vagy rokon lélekre találtam, úgy érzem. Tehát, hogy ezt, amit csinálom, ez egy ilyen rádöbbenés volt, hogy más is hasonlóan gondolkozik, és ez nagyon jó érzés volt. Ezt megerősíteni, másrészt pedig pont itt az elhaladó képviselői a projektnek. Tehát konkrétan fel is írtam magamnak, hogy mondjuk az interjúkat belevenni, tehát hogy olyan dolgok, amik tehát úgy belevenni, hogy az egyik szekcióeladás szólt arról, hogy interjúk készítésével a magyar mint idegen nyelvet tanítják. Ez szerintem zseniális ötlet, tehát ilyen kis apró módszertani. Ötleteket. Én nekem az például nagyon tetszett. Több is van, de amíg a többiekkel mondjak, addig biztos, hogy tudom. Köszönjük. Én szerintem itt előadó, tehát egy szakmai környezet van, mindenki hasonló irányultságú már, hogy a szaknyelvvel foglalkozik, és itt kifejezetten jó visszajelzéseket lehet kapni a kutatási munkával kapcsolatban. Nekem kifejezetten pozitív élmény volt, hogy ennyi kérdést kaptam, és ennyi érdeklődést, illetve hozzáfűzést, ami megerősít, illetve tovább segít az előre haladásban. Azt hiszem, hogy ezt emlélem ki leginkább. Köszönjük! Azt tenném még hozzá, hogy nekem az nagyon gyakori élményem, hogy elmegyek konferenciára, és tényleg én is hallok ötleteket, és azt mondom, hogy jó, ezt majd felhasználom, ez milyen jó lesz, és utána elfelejtem, és nem használom föl, tehát azért lenne nagyon jó egy ilyen utólagos követés, hogy akkor tényleg még egyszer leülök, megnézem a programot, megnézem, hogy miből mi hasznosult, és tényleg azt is látom, hogy a mások esetleg az enyémből mit tudnak felhasználni, hogy szerintem nagyon jó gondolat ez, hogy valahogy próbáljuk meg utólag is összeszedni, hogy kinek mi volt hasznos. Egy javasolt fórumon ezt esetleg körbe lehet cirkuláltatni, és éltetni. És tereket is ki lehet használni. Igen, tovább éltetni ezt a megindult gondolat folyamot, vagy áramot. Köszönjük! Én igaziból két dolgot szeretnék kiemelni. Az egyik az lenne, hogy hasonlóan a előttem szólókhoz, bennem is volt egy olyan érzés, hogy és nagyon sokszor megvan az, hogy ugye az ember a saját szakterületén belül, saját szaknyelvi oktatói munkájával, illetve kutatói munkájával van elfoglalva. És amikor eljön egy ilyen konferencia, és pont Pécsre, ahol kifejezettem ugye az orvostudományhoz kapcsolódó szaknyelv, a fő profil, akkor valahogy úgy a szaknyelvnek a fogalma is kitágul, és egyre inkább azt érzem, hogy lehet, hogy én elsősorban ugye gazdasági szaknyelvvel, illetve a tudományos szóvelőséggel foglalkozom, oktatóként, illetve kutatóként, de alapvetően nem erről szól a dolog, hanem mindig az emberi életekről szól a dolog, és legjobban nekem például itt ugye az orvos-beteg kommunikációról szóló előadások fogtak meg, vagy a kórházi pedagógusoknak a munkájának ugye az interakciós elemzése. Tehát ilyenkor érzi ezt az ember, hogy nem konverzációanalízisről van csupán szó, nem move-step analízisekről van szó, hanem tulajdonképpen emberi sorsokról, emberi életekről van szó, valahogy mégis csak egyszer jobban élhető közösséget próbálunk képíteni. Ez az egyik dolog. A másik dolog kicsit személyes is. Dénes annak idején tanítványom volt, és nálam írt szakdolgozatot, és most annyira jó érzés volt látni, hogy nem tudom, hogy mennyire az én hatásomra, és nem vagyok ilyen nagyképp, hogy ezt feltételezzem, de a kutatásában ugye szakcikkeknek, fizika tudomány területről származó szakcikkeknek a bevezetéseit elemezte, és hát valahogy kicsit úgy érzem, hogy így tovább is viszi azt a tudományos érdeklődést, amit annak idején a kutató szemináriumokon beszélgettünk most már lassan 10 éve, 9 éve, valahogy úgy. Szóval, igen, úgyhogy ez mindenképpen valahogy így. Hát kérdezem meg, hogy saját aspektusait megtaláltál, hogy hogy lehet az orvosi és a gazdasági, vagy más igen, a
közös nevezőt azt az eszközökben látom, tehát gyakorlatilag az apparátus az ugyanaz, tehát hogyha a párbeszédelemzésről van szó, akkor ugye ugyanazokat a modelleket használjuk, hogyha tudományos szikeket, vagy ugye gyógyszerleírásoknak az elemzését, ott is ugyanazok a fogalmak, hogy ugye reader responsibility, vagy writer responsibility, tehát ugyanazok a témák kerülnek elő, csak az emberi életnek a különböző aspektusaiból, ami ugye nekem azt mondja, hogy érdemes a saját területen tovább menni, mert amit előállítok, vagy amire sikerül rámutatni, az esetleg más területeken is lehet. Esetleg egy mondat közben én is ezen gondolkoztam, hogy az első példa, ami ugye az előbb beszámolított a riportok felhasználás, az az orvosi szaknyelvhez kapcsolódik, de ugyanilyen nagy hatással volt rám egy német jogi szaknyelv módszertanának a kidolgozása, és az után hangzott tényleg konkrét ötletszintű felhasználható, a saját napi gyakorlatban felhasználható ötletek, és végül egy műszaki, a just-in-time módszer, egy műszaki szaknyelvi területről, tehát azt megerősíteném, amit Dávid mondott, hogy közös egy nyelvet beszélünk. Köszönjük szépen a részvételt! Köszönjük szépen a szervezést is! Köszönjük szépen!